A bronzérem volt a Tét Szombathelyen, ahol az új Haladás stadionban fogadta a Viktória a Diósgyőr együttesét. A felek között Miskolcon csak a büntetők döntöttek, így a piros-fehéreknek egy újabb győzelem már a bajnokság harmadik helyét jelentené. Ha viszont a zöld-fehérek sikerét hozza a mai meccs, akkor a két együttesre vár még egy újabb összecsapás. Jobban kezdett a vendégcsapat és egymás után alakította ki helyzeteit. Sokszor próbálták megbontani a szélekről a hazai védelmet, ha pedig ez nem ment, akkor távoli lövésekkel operáltak. Tulajdonképpen nálunk volt többet a labda, és az utolsó kulcspasszoknál én azt gondolom, hogy nem mindig a legjobb megoldást választották ahhoz, hogy mondjuk a kapussal szembeálljanak és százszerűs gólhelyzetünk legyen. Az első játékrészben Bíró Barbara tehát nem unatkozott. De a Haladás kapusa, ahogy tőle megszokhattuk, rendkívül magabiztos volt. Örülök neki, hogy sikerült nullára és kapott gól nélkül lehozni ezt a mérkőzést. Az a dolgunk, hogy minél jobban segítsük igazából a támadókat, meg a csapatot. A második félidőben minden ott folytatódott, ahol az elsőben abba maradt. A játék képét még az sem változtatta meg, hogy Bíró Barbarát le kellett, hogy cserélje Simon Attila vezetőedző. Ez egy tervezett csere volt. Volt egy kisebb sérülésem a bemelegítéskor, de az nem befolyásolt egyáltalán, ez tervezett csere volt mindenképpen. Ha a kapus csere nem is, egy sárga lap befolyásolta a meccset. A 82. percben ugyanis megkapta második sárga lapját Kiamo Krisztiánnál. Így a játékvezető kiállította, és emberhátrányba kerültek a vendégek. Egy kiállítás valamennyire mindig befolyásolja a játék képét, és utána emberfölényben is voltak, a végén már fáradtabbak is voltunk. Azt gondolom, hogy ez egy előny lehetett számukra a végén. A mérkőzésen kevés gólhelyzetet kialakító hazai csapat, aztán egy jól eltalált lövésből megszerezte a vezetést a 90. percben. A válogatott Tóth Alexandra második találatát szerezte ebben a bajnoki szezonban, először volt eredményes a Haladás stadionban. Úgy 18-20-ról lőhettem egy labdát a hosszú felső sorokba. A Diósgyőr a második félidőben is agresszívabban és kreatívabban játszott, de ezúttal ez kevés volt a győzelemhez. Én is úgy érzem, hogy összességében jobban játszottunk, mint a Viktória. Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki a mérkőzés folyamán, szerintem uraltuk is a mezőnyt, összességében nálunk volt a labda, birtokoltuk, járattuk, de valahogy ott az ellenfél kapuja előtt ezen a meccsen nem voltunk olyan élesek, mint a hazai mérkőzésen. A Haladás csapata végig taktikusan játszott, a lányok örültek a végén annak, hogy ezúttal nem kellett odaállni a büntetőkhöz. Ez a mérkőzés ez úgy sikerült, amilyen az évünk volt, munkás, és rengeteg energiát fektettünk abba, hogy legyenek sikereink, részsikereink, ez most egy részsiker volt, de nagyon boldog a csapat, meg a vezetők, mindenki. És úgy érzem, hogy amit belefektettünk, ezért meg is érdemeltük a mai győzelmet. Fóris Sándor, a DVTK vezetőedzője nem lehet elégedett a helyzet kihasználással. Így bár jó esélye volt a miskolciaknak, a csapat nem tudta lezárni az idényt. Sajnálom, hogy nem sikerült gólt rúgnunk, ugyanis szerintem végig mi irányítottuk a mérkőzést, az ellenfélnek helyzete nem volt. A végén egy szép átlépés góllal sikerült nekik betenni, amivel megnyerték a mérkőzést. Az 1-0-ás hazai siker azt jelenti tehát, hogy nem dőlt el a bronzérem sorsa. A Haladás Viktóriának továbbra sem kell lemondani céljairól. És hogy ehhez minek kellene történnie? Ugyanebben az időszakban vagy időben rúgunk gólt, győztes volt, amikor már az ellenfél nem tudt felállni a középkezdéshez. A bronzcsata utolsó felvonását Miskolcon rendezik.